A Gyerkőc Egyetem, hát én mondhatom nyugodtan talán, legsikeresebb előadásai közé tartozott az, amelyeket dr. Horváth András prezentált a lurkók számára. Ő kezdi meg a Nyugdíjas Egyetem előadás sorozatát. Fogadják őt szeretettel. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon megtisztelő, hogy ennyien eljöttek erre az előadásra. Bár egyből korrigálnék is, mert én tisztában vagyok vele, hogy az érdeklődés nem a személyemnek, hanem a témának szól. Ez ugyanis, hogy hogy alakult ki a világmindenség, ez mindenkit érdekel. Mindenkor minden emberét érdekelte. De hogy egy személyes példát mondjak, 1992. szeptemberétől dolgozom itt, hát akkor még nem egyetemen, hanem az akkora főiskolán, és itt akkoriban működött egy akadémiai klub nevű szervezet, ami nem csak az egyetem, hanem az egész régiónak volt egyfajta zártabb körül egy ilyen kisebb létszámú klubja, és erre, mint ifjú, frissen végzett fizikust és csillagászt meghívtak, hogy tartsak ott egy előadást. Hallották, hogy csillagász vagyok, azt mondták, akkor tartsál előadást az univerzum keletkezéséről. Ez volt az első előadásom itt ebben a körben. Timofi Laci bácsi volt az elnöke, annak talán sokan ismerik a jelenlévők közül. Tehát az élményem is kapcsolódik ehhez a témához. Remélem most, így 17 év távlatából még jobban tudom előadni majd ezt a témát a kedves hallgatóságnak. És ennyi személyes élmény után szeretnék rátérni magára a témára. Hogyan alakult ki a világ? Ez mindig érdekelt az embereket. Nem ismerünk olyan kultúrát, aminek valamilyen legendája, mondája, vagy valamiféle vallási elképzelése ne lett volna arról, hogy hogyan alakult ki a világ mindenség. Természetesen ezek a teremtés történetek egészen más kérdésekre adnak választ, ha vallási jellegűek, vagy ha természettudományos jellegűek. A vallási jellegű teremtéstörténetek olyan kérdésekre keresik a választ, mint például, hogy van-e Isten, hány Isten van, miért teremtette a világot. Ezzel szemben a természettudomány egész más kérdéseket vet föl. Mondhatni, elmegy a kettő egymás mellett olyan kérdéseket, hogy milyen anyag alkotta a régi világmindenséget, például ez az egyik kérdése. Vagy milyen hatások vannak az egyes részek között. Ezek tehát egymásról eltérő, mondhatni, nem ütköző pályán levő kérdések. És itt a fizika lesz a téma ennek az előadásnak. Most itt megállok az első fólia után. Itt az egyik előttem szóló emlékeztetett arra mindannyiunkat, hogy talán voltak egyetemi előadáson, talán nem. Most megjelent egy oldal, ami tele van szöveggel írva. Nagyon kérem, hogy csak az olvass el a szöveget, akinek kedve van hozzá. Ugyanis az ilyen előadásokon a kivetített anyag az egyben a jegyzetként is szolgál, és nem csak annyit olvassanak, amennyit szeretnének. Mire jó egy kivetített anyag? Meg lehet utána szerezni, mert elérhető lesz az interneten jegyzetelés helyett. Vagy ha véletlen egy gondolatról lemaradtak volna, akkor vissza tudják nézni. Tehát semmiképpen ne törekedjenek arra, hogy most minden betűt elolvassanak itt ezeken az oldalakon, annélkül is nagyon jól érthet. Mindent elmondok, ami le van odaírva. Két szélsőséges vélemény van a fizika meg az univerzum kapcsolatáról. Az egyik vélemény az az, hogy a fizika teljesen felderítette az univerzum keletkezésének a titkait. Mindent tudunk az égvilágon. Legfeljebb a 8. tizedes egyben valamit korrigálni kell. És azért egy picit még javítgatni kell az elméleteinken. A másik szélsőség az az, hogy a fizika semmi érdemlegeset nem tud mondani a világmindenség keletkezéséről. Hát, ha önök nem is találkoztak ezekkel a szélsőségekkel, de én mind a kettővel találkozom szakmámból kifolyólag, mind a kettő szélsőséggel találkozom, és természetesen, mint általában, az igazság egyik szélsőségnél sincsen,
Az igazság az az, hogy nagyon sok mindent tudunk arról, hogy mi volt az univerzum kezdeti szakaszában, mik történtek. De azért még nagyon sok hiányosság is van ebben. És szeretném, ha ebbe az előadásban ennek a tudományos kutatásnak ezt a dinamikus jellegét, hogy az újabb kérdések fölvetése, megválaszolása, hogyan gerjeszt újabb kérdéseket, egy icipicit föl tudnám villantani, hogy egy képet kapjunk arról, hogy milyen nehézségei is vannak az univerzum kezdeti korszakának a kutatásának. Milyen nehézségek vannak? Például óriási méretekről van szó. Például hatalmas időtartamokról van szó, szóval milliárd év, ilyeneket fogunk mondani, amiket elképzelni se tudunk. Olyan körülmények vannak már most a világűrben, amit nem tudunk előállítani a laboratóriumban, pláne a távoli múltban még bonyolultabbak voltak ezek a viszonyok. Nagyon bonyolult elmélet szükséges a részletes megértéséhez. És hát mindenféle nehéz fogalmakkal kell megbirkózni, aki teljes egészében a területet tudni akarja. Nem tudok teljes választ adni. Természetesen, pláne 45 perc alatt nem tudom elmondani. Csupán annyi a célom, hogy adjak egy áttekintést, néhány miértet megértsük, hogy a tudósok hogyan válaszolnak meg nehéz kérdéseket, és esetleg az érdeklődőbbeknek kedvet csináljak, hogy saját maguk is utána olvassanak, vagy majd mondani fogok, hogy mit lehet csinálni a tudomány érdekében bárkinek otthonról. Nézzük tehát, hogy miből áll az univerzum. Ha fölnézünk az égre éjszaka, elsősorban ugye a csillagok látszanak, tehát először azt hinné az ember, hogy a csillagok a legfontosabbak. A figyelmesebb szemlélő a csillagok között ilyen halványabb, ilyen kötpamacszerű dolgokat is lát, ezek közül ugye a leglátványosabb a tejút. Hát nyári estén nyilván mindannyiunk megszemlélte már az égen áthúzódó szép sávot, itt erről egy képet is láthatunk a kivetítőn. Ezek sose adják vissza a természetes megfigyelésnek az élményét, de talán mindannyiunk látta ezt derült éjszakán. A csillagászat sokat vizsgálódott, hogy mik is ezek a dolgok, miből állnak a csillagok, mi ez a tejút. Viszonylag hamar kiderült, hogy a tejút az valójában mint egy 100 milliárd csillagból álló hatalmas csillagrendszer. És az egyéb kötpamacsok, amiket csak távcsővel tudunk látni, ezek jelentős része a tejútnak a része, ilyen kisebb por és gázfelhő. A részletesebb vizsgálat azt derítettek, hogy ez az egész univerzumra jellemző, és a csillagok nem úgy véletlenszerűen szétszórodva helyezkednek el a világmindenségbe, hanem galaxisokba rendeződnek. És ezen galaxisok belsejében vannak ilyen por és gázködök, amikről a csillagászok nagyon hosszasan tudnak tárgyalni, de most mi nem fogunk, mert mi picivel most nem törődünk, és az egész univerzum érdekel minket. És azt kell mondani, hogy az univerzumnak a téglája, az építőkövei, azok a galaxisok. Az egyik galaxis a tejút, amiben mi benne vagyunk. És ehhez hasonló galaxisból rengeteg van a világmindenségben. Itt láthatunk kivetítve egy szép galaxis fényképet. A galaxisok tehát állnak csillagokból, csillagközi por és gázfelhőkből, csillagmaradványokból, mert néha robbanással ér véget egy csillag élete, és a ledobott darabok ott maradnak a galaxisban, meg van egy misztikusan hangzó a komponens és a sötét anyag, amiről majd beszélek, de nem kell annyira megijedni tőle. Nagyon változatos a méretük. Azt szokták mondani, hogy 10 millió és 1000 milliárd csillag közötti csillag számot tartalmaznak. Én a témavezetőmtől, Marik Miklóstól én inkább azt hallottam, hogy a galaxisok mérete az annyira változatos, mint a kutyáknak a mérete. Hogy vannak azok az egészen kicsikek is, majdnem kézbelférő kutyák, meg vannak ezek a hatalmas Bernát-hegyi kutyák, na kb. A galaxisok világában is ekkora változatosság az egyes méretekben. Vannak jellegzetes alakú galaxisok. Itt a leggyakrabban előforduló galaxis alakokat ábrázoltuk ezen az ábrán. Vannak, amik csak ilyen kis kör, vagy ilyen lapított ellipszis alakú foltok, de vannak különféle spirál szerkezetű
galaxisok is, és ezek sok mindenben hasonlítanak, sok mindenben eltérnek ezek a galaxisok. Nézzünk néhány szép galaxis fotót példaképpen a mai legszuperebb távcső, a Hubble űrtávcső jóvoltából. Nagyon látványos képeket alkothatunk ezekről a csillagrendszerekről. Ez például egy tipikus elliptikus galaxis. Egész pontosan a kép közepét az elliptikus galaxis foglalja le, de néhány kisebb spirálgalaxist is láthatunk ezen a felvételen. Ez egy nagyon hatásos, örvénylő spirálgalaxis, egy nagyon híres, aki egy kicsit amatőr csillagászattal foglalkozott, valószínűleg fölismeri, az az M51-es, ami kisebb távcsővel is megfigyelhető, hát hogyha nem is ennyire részletgazdagon. Nem kell csillagásznak lenni, hogy ránézzünk erre, és azt mondjuk, hogy hát ez biztosan forog, és úgy is van. Tehát azt mutatják a mérések. Tehát a józan eszünket tudjuk használni 100 milliárd csillagból álló rendszerre is, és működő. Ezek tényleg forognak, és tényleg arra forog, amerre az ember gondolja. Tehát ezen az ábrán az óramutatóval ellentétes irányba forog ez a galaxis. Aztán vannak olyan különleges kinézetű galaxisok, mint ez. Ez egy spirálgalaxis, amit majdnem oldalról látunk, de rengeteg benne a por. Ebben a galaxisban. Egészen döbbenetesen néz ki ez a galaxis, olyan kicsit olyan félelmetes is. Úgyhogy inkább tovább lapozok. De vannak olyan galaxisok, amelyek szabálytalan formájuk. Itt van egy szabálytalan galaxis. Mellesleg ennek az az érdekessége is megvan, hogy mostanában rengeteg fiatal csillag keletkezik benne, és azért ilyen kék, mert a fiatal csillagok között sok kék van, és most éppen egy nagy csillagkeletkezési megszaladás van ebben a galaxisban. Sorra-sorra keletkeznek a csillagok. Mondjuk ezerszer akkora ütemben, mint a mi tejútrendszerünkben. A tejútrendszerben is néha keletkeznek csillagok, de egy ilyen csillagontó galaxisba úgy nevezik őket, ebben akár ezerszeres ütemben is keletkezhetnek. Most viharos évmilliókat él át ez a galaxis, hát egy galaxis életében az elemi időegység az kb. A millió év. Néhány millió évig ontani fogja magából a fiatal csillagokat, azért ilyen kékes a színe ennek a galaxisnak. Előfordulnak a galaxisok világába karambolok. Itt például két galaxis összeütközött. Na most ennek nem olyan merev anyaga van, mint két köszörükőnek, úgyhogy ha összeütköznek, akkor azért nem a szikrák pattognak, de mégis a gravitációjuk a közel kerülő galaxisoknak eltorzítja az alakjukat. A figyelmesebb szemlélő láthatja, hogy a jobb oldali, az feltehetően egy szép spirális galaxis volt eredetileg. Csak aztán a balra lefele elcsúszó galaxis eltorzította az alakját. És azt is látjuk, hogy anyagfelhők röpültek ki ezekből a galaxisokból. A galaxisok között tehát ütközések is fordulnak elő. Ilyen dolgokat figyelhetünk meg. Ezek tehát ezek a világmindenségnek az építőkövei. Egy jó távcsővel ezeket az ember meg tudja figyelni. És az is hamar kiderült, hogy a galaxisok nem magányos lények, csoportokba szeretnek előfordulni, galaxis halmazokba rendeződnek. Ezen a felvételen legalább 20 galaxis látszik. Az első pillanatban a legnagyobbak tűnnek föl, ilyen nagyobb elliptikusok, de a figyelmes szemlélő kisebb spirál galaxisoknak a tucatját fedezheti föl ezeken a fényképeken. Én azt hiszem, hogyha semmi más nem mondanék az univerzumról, csak ezeket a szép képeket mutatnám, már akkor is megérné. És lehetne folytatni az előadást, de én szeretném, hogy nem csak az esztétikai gyönyörökbe, hanem a gondolkozásnak a gyönyörébe is egy kicsit a kedves hallgatóságot bevonjam, és ezért most egy kicsit nem fogok képeket mutatni, aztán majd megint mutatok képeket, hogy mindegyik oldala teljesüljön, az esztétikai élvezet is, és a szellemi szórakozás is teljesüljön. Egy különlegességről szeretnék beszélni. Nem akarok most nagyon részletesen a galaxisok fizikájáról beszélni, az nem annyira érdekes, hanem egy
kiválasztottam a sok-sok lehetséges dolog közül egy olyat, ami bárkit érdekelhet. Ez pedig az, hogy 2007-ben indítottak egy olyan kutatási programot, ami azt célozta, hogy minél több galaxist besoroljunk osztályokba. A néhány képpel ezelőtt ott voltak azok, hogy különféle lapultságú ellipszis alakúak, vagy különböző nyitottságú spirál alakúak lehetnek a galaxisok. És nagyon fontos ismerni, hogy például hány spirál galaxis van. Jó, azt mondja az ember, fogok egy távcsövet, elkezdem számolni. Hát igen, de akkor sose érek végére ennek. Ebből a folyamatból egy-két dolgot lehet automatizálni. Például ma már vannak robot távcsövek, amiket kitesznek megfelelő programmal ellátva, és akkor ők szép türelmesen végig fényképezik az egész eget. Nem egy éjszaka alatt, lehet, hogy beletelik egy év is, amire az egész évről részletes képeket alkotnak, de vannak már ilyen robot távcsövek. Ilyen robot távcsöveknek a fényképein millió számra találunk galaxisokat. Csak hogy jelenleg a számítógépek még bizonyos téren nagyon buták. Nem tudják az alakokat fölismerni. A számítógépek ezen a téren sokkal gyengébbek minden embernél. Minden ember egy 2 éves gyerek jobb alakfölismerő, mint a legjobb számítógép bizonyos téren. És ezért az, hogy a galaxisok hányad része spirál galaxis, ezt nem tudják megmondani nekünk a számítógépek, még ma se. Ezért indult a Galaxy Zoo Project, a Galaxis Állatkert Project, ami azt célozta meg, hogy önkéntesek bevonásával 10 millió galaxist, amit egy robot távcső lefényképezett, 10 millió galaxist pontosan besoroljanak. Egyesek azt mondták, hogy micsoda bolondság ez, tudományos kérdéshez odaengedni nem szakképzett tudósokat. De a Galaxy Zoo Projectnek a szervezői azt mondták, hogy ehhez mindenki ért, akinek egy kicsi türelme van, és a következő formában zajlott ez, az interneten keresztül be lehetett jelentkezni erre a címre, amit itt olvashatunk, a www.galaxizo.org címre, be lehetett jelentkezni, végig kellett menni egy pár oldalas dokumentumon, ami elmagyarázta egyszerű lépésekben, hogy mi lesz a dolga annak, aki dolgozni akar ennek a galaktikus állatkertnek. Nagyon egyszerű lépések, mindenki képes megérteni őket. És aztán utána lehetett vállalni galaxisokat osztályozni. No persze az egyéni hibák kiküszöbölésére az volt a cél, hogy minden galaxist legalább 30 független ember osztályozzon, és hogyha nagyon eltértek a vélemények, akkor nézte meg szakember, de ilyenre alig-alig került sor. Általában nagyon nagy egyetértés volt ebbe a besorolásba a 30 ember között. Végül is körülbelül 2 év alatt 80 000 ember szerte a földgolyóról megoldotta ezt a Galaxy Zoo Projectnek a kitűzött célját, a 10 millió galaxist több mint 30-szor darabját besorolták ezekbe az osztályokba. Lett egy 10 milliós adatbázis. Előtte a legnagyobb adatbázis 1600 galaxist tartalmazott, ami ilyen volt, mert a szakcsillagászok nincsenek olyan sokan, meg van egy csomó egyéb dolguk is, mint hogy naphosszat osztályozzák tucatszámra galaxisokat, de az önkéntesek segítségével ezt sikerült megoldani, ezt a dolgot. És nagyon komoly eredményeket könyvelt el ez a Galaktikus Állatkert projekt. A legfontosabb eredmény, hogy egyáltalán ez megvalósítható volt, és önkéntes jelentkezőkkel komoly tudományos eredményt lehetett elérni. Olyan listák álltak elő, mondjuk horgaspirális galaxisokról, amik korábban nem voltak elérhetők, és ha ezután egy szakcsillagász horgaspirál galaxisokat keres, akkor a Galaxy Zoo Projectnek az adatbázisából már tudja, hogy hol van, mit tudom én, 50 ezer darab horgaspirális, és nem kell neki keresgetnie. Aztán volt egy ilyen érdekes kérdés is, hogy van-e valami szabályosság a spirál galaxisok forgás irányába.
Mert hogyha az egész univerzum forogna, hát miért ne forogna az univerzum, ha a Föld forog, akkor az univerzum forgás irányával megegyező irányba több spirálgalaxis forogna, mint ellentétesen. Tehát tulajdonképpen ilyen galaxis számolással az univerzum forgásáról lehetett valamit mondani, és az jött ki, hogy nem forog az univerzum. Ez egy nagyon fontos kérdés volt ennek a megválaszolása. És olyan eredmények is születtek, amire nem is számítottak a projektnek a szervezői. Új galaxis fajtákat fedeztek föl ezek az önkéntes, bekapcsolódó emberek. És a Galaxy Zoo projekt befejeződött, de indul a folytatása. Igazából már is indult. Mindenki, aki a jelenlévők közül szeretne, sajnos egy valamit tudni kell angolul. Tudni kell legalábbis olvasni az elején, bárki bejelentkezhet. És én nagyon örülnék, rektor úrral is beszéltem, hogy hát nyilván valami nyilvánosságot is tudnánk adni, hogyha itt júniusban arról számolnának be néhányan, nem gondolom, hogy a nagy többség, de akár csak hárman, négyen, öten, hogy leosztályoztunk 1000 galaxist ebben a projektben, és esténként az ember játszhat az unokájával, nézheti a tévét, vagy éppen galaxist osztályoz, hogyha ahhoz van kedve. És azt kérem, hogy higgyék el, hogy értékes ez a munka. Értékes ez a munka, amit bárki el tud végezni. Hát sajnos az angol nyelv azt tudni kell egy bizonyos elemi szinten, de hát segíthetnek esetleg a családból ebben, hogyha valakinek éppen ilyen kedve van. Mutatnék néhány képet, aki ebbe belép, az ilyen képeket kap a számítógépen, és ezeket kell besorolni. Hát például a bal oldali nagyon jól látszik, hogy spirális, a jobb oldali nagyon jól látszik, hogy elliptikus, a középsőt egy picit jobban meg kell nézni, hogy látszódjék, hogy spirálgalaxis. De nem kell olyan nagyon vizsgálódni. Említettem, hogy felfedeztek egy egész új galaxis osztályt ebben a projektben. A zöldborsó galaxisokat fedezték föl, ez komoly, nem viccelődök, így nevezik őket. Borsó galaxisoknak hívják ezeket a galaxisokat, azért, mert picikés zöldek és nagyjából gömbszimmetrikusak. Ebből viszonylag kevés van. Úgy írták, hogy 1 millió galaxisból 250 az, ami borsó galaxis. Előtte, amikor a nagyon képzett szakcsillagászok vért verejtékezve az 1600 galaxist besorolták osztályokba, esélyük se volt borsó galaxissal találkozni, vagy ha láttak is egyet, gyorsan túlléptek és mentek egy olyan galaxisra, amit már ismertek. De ennek a projektnek a kitartó, jó értelembe vett amatőrjei fölfigyeltek, hogy hoppá, itt láttam valamit, ami nem úgy néz ki, mint egy normál galaxis, itt láthatunk 10 zöldborsó galaxisnak a képét alul, és ezt ezek az amatőrök fedezték föl, új galaxis osztályt fedeztek föl. Azóta már ráirányították ezekre a legnagyobb távcsöveket, meg vizsgálják, de maga a fölfedezése ennek a közösségi munkának volt az eredménye. Szóval döbbenetes eredményeket lehet elérni ilyen közösségi együttműködéssel. A galaxisok tehát az univerzum építőkövei. De mekkora az univerzum? Eddig még csak azt mondtam, hogy borzasztó nagy. Hát nagyon nehéz erről beszélni, az univerzum méretéről, két okból kifolyólag is. Az egyik, hogy nagyon nagy számokról kellene beszélni, csillagászati számokról, ugye innen jön, hogy csillagászati szám, hogy a csillagászok nagyon sokszor nagy számokkal dobálóznak. Meg hát az egész túlmegy a hétköznapi tapasztalatokon, és nagyon nehezen képzeljük el, hogyha én most azt mondom, hogy valami 1 milliárd kilométer, vagy valami 10 milliárd kilométer, arra az ember azt mondja, hát az olyan nagy, hogy el se tudom képzelni. Én se tudom elképzelni mellesleg, ez csak hozzászokni lehet. Ezért most ahelyett, hogy pontos számadatokat mondanék, csak egy nagyjáboli besorolást mondok ebbe. Képzeljük el, hogy építünk egy magas épületet, egy sokszintes épületet, és betesszük a különböző dolgokat a megfelelő emeletre. A földszintre azokat tesszük be, amik 1 és 10 méter között vannak, vagy mondjuk a fényképüket tesszük be oda. Az első emeletre azokat, amik 10 és 100 méter közötti
méretűek. A második emeletre értelemszerűen a 100 és 1000 méter közöttiek fognak kerülni. Mindig egy 10-es szorzóval ugrik az emeletek között. Hány emelet szükséges, hogy beleférjen az univerzum ebbe? Mindjárt elmondom. Előre mondom, egy nagy toronyházunk lesz ennek a végére, hogy az univerzum méreteit valamennyire tudjuk, de emlékezzünk mindig, hogy egy emeletváltás az 10-es szorzót jelent a következőkben. Itt van az első 6 emelet, meg a földszint. Nem olvasom fel az összes szöveget, mint jeleztem előre, csak néhány lényeges elemet. A földszinten lakunk például mi emberek, mert mi 1 és 10 méter között vagyunk. De hát nagyon ritka az az élőlény, ami ebből kilóg, tehát a 10 méternél nagyobb élőlény. Vannak azért egy jó nagy bálna, az például kilóg innen, de mondjuk azt mondom, hogy az élőlények többsége itt van a földszinten velünk együtt. Az első emeleten vannak a jó nagy élőlények, mondjuk a bálnák, vagy egy nagy fa van például. A harmadik emeleten láthatjuk például Győrnek a térképét, itt oldalt kivetítve, egy kicsit így kihúzva ezen az ábrán, mert Győr azért egy 10 kilométeres sugarú körben nagyjából belefér. A harmadik emelet tehát mondjuk egy városnak, vagy egy falunak a szintje. A hatodik emelet az 1000 kilométer, néhány 1000 kilométeres nagyságrend, az már egy földrésznek a mérete. Tehát a hatodik emeleten már Európa van. A hetedik emeleten ott van az egész Föld, és a legtöbb bolygó beleférne a hetedik emeletre. A 11-re jut el a belső naprendszer, tehát mondjuk a Marsig bezárólag a bolygó pályáknak a mérete, beleférne a 11. emeletre, és az emberkéz által alkotott legtávolabb elmenő objektum a 12. emeletre jutott csak el. Ez az egyik űrszonda, ami már a Neptunusz pályáján is túljár, jó messzire a naptól. Az ember tehát a 12. emeletig jutott el. És meddig tart még az univerzum? Még nagyon sok emelete lesz ennek a háznak. Nézzük csak át ezt így áttekintően. A 13. emeleten vannak az ilyen nagyon kinti részei a naprendszerüknek, a Plutó, meg a környéke levő néhány kisebb bolygó. A legközelebbi csillag a 17. emeleten van. Tehát jó messzire van a legközelebbi csillag, a 17. emeleten. Azt jelenti, hogy a legközelebbi csillag távolsága durván úgy viszonyul a naprendszerünknek a méretéhez, mint ahogy egy embernek a mérete viszonylik egy kontinensnek a méretéhez, hogyha belegondolunk. Tehát óriásiak ezek a számarányok. És most jutunk el az épület tetére, a következő 7-es emelet csoportba csak. A kisebb galaxisok, azok beleférnek, a kisebb galaxisokat a 20. emeleten találhatjuk ebben az épületben. Minden emelet egy 10-szeres szorzó. Az előbb kivetített galaxis halmazok a 23-on vannak, és ameddig jelenleg ellátunk, az a 26. emelet. Tehát egy jó magas toronyház, mindig tízszereződik a méret, óriás léptékekről van itt szó, nagyon nehéz ezeket belegondolni, hogyha mindig egy-egy tízszereződés van. Hogyan lehet a galaxisok világába távolságot mérni? Erről szeretnék pár szóval beszélni. Miért fontos távolságot mérni a galaxisok világában? Azért, mert amit egy galaxisról láthatunk, az az, hogy hány fokos méretűnek látszik, mekkora a szög mérete, meg hogy milyen fényes. Ez az, amit közvetlenül mérni tudunk. Ha nem tudjuk a távolságát, akkor nem tudjuk, hogy mennyi fényt sugároz, mekkora a teljesítménye, meg mekkora, hány kilométeres méretű. Nem tudjuk a méreteit. Nem tudjuk, hogy közel van, de kicsi, vagy távol van, de nagy. Ezért a távolságmérés központi szerepű a csillagászatban. Igen ám, de az ember által alkotott eszköz a 12. emeletig jutott a 26 emeletes épületben. Ha nagyon ügyesek vagyunk, 10-szer messzebb elmegy a következő űrszonda, még az is csak a 13-ig jutott el. Hol van még az univerzumnak a mérete? Soha nem fogunk oda eljutni. Ezért néha egy-egy gondolattal szeretném bemutatni, hogy ilyen helyzetben mit tesz az ember, a gondolkozó ember. Például az egyik,
ami józan észre könnyen felfogható dolog, háromszögeléses módszerrel határozza meg a dolgok távolságát. A Föld kering a nap körül, a Föld tavaszi helyzete és a téli helyzete között mintegy 300 millió kilométeres távolság van, és különböző irányból ránézve a csillagokra, a közeli csillagok máshol látszanak a távoliak hátterében, tavasszal, mint ősszel. Ha ezt kimérjük, és értünk a geometriához, ki tudjuk számolni a csillagok távolságát. Jó ötlet, egy baj van csak vele, hogy nagyon pontosan kell mérni az irányokat. És jelenleg még a legjobb űrtávcsöveinkkel is csak a 19. emeletig mérünk el. A 19. emeletben még nem fér be a galaxisunk, csak a galaxisunk lapos korongjának a vastagsága fér bele. Hogyan tudunk tovább menni? Mert az ember olyan, hogy nem tűri el, hogy nem lehetne tovább menni. Hogyan lehet tovább menni? A következőképpen úgy szokták nevezni ezt a csillagászok, hogy egy kozmikus létrát építünk. Itt van ez a toronyház, egy kicsit elhalványítva. Van egy nagy létra, az a sárga létra, ami kb. A feléig fölmegy. Nem tudunk tovább menni. Tehát olyan kisebb létrákat drótozunk hozzá, és reméljük, hogy nem potyogunk le a létre a tetejéről. Hát a csillagászok valamilyen több szintű rendszert építettek ki a távolságmérési módszerekből olyan módon, hogy ameddig meg tudjuk mérni a csillagok távolságát, jól megvizsgáljuk a csillagokat, és ha találunk egy szabályosságot ezekben, föltételezzük, hogy a távoli csillagok is ugyanilyen szabályosságnak tesznek eleget, és ez alapján meg tudjuk mondani a távolságokat. Na ez így nagyon általános volt, mondok konkrét példát. Néhány csillag élete végén egy hatalmas robbanást produkál. És az egyik tapasztalat az volt a csillagászoknak, hogy bizonyos fajta robbanások, hogy milyen fajta robbanás, azt föl lehet ismerni például abból, hogy fölrajzolják a fénygörbéjét, hogy hogyan alakult napról napra a fényessége. Szóval bizonyos fajta robbanásoknak a csúcs fényessége ugyanaz mindig. A csúcs teljesítménye ugyanaz. Ugyanannyi watttal sugároznak bizonyos típusú szupernóvák. Na de, azt meg tudjuk mérni, hogy milyen fényes volt. Azt is tudjuk, ha ilyen típusú szupernóvánk van, hogy milyen erősen sugárzott. Na hát, hogyha halvány, akkor messze volt, mert egy adott fényességűek ezek a szupernóvák csúcs teljesítményben, és például ilyen szupernóvákkal nagyon jól lehet távolságot mérni. Azért is, mert egy szupernóva, amiről beszélünk, a robbanásakor csúcsidőben körülbelül 1-2 napig olyan fényes, mint egy teljes galaxis. Tehát nagyon messziről, a távoli galaxisokból is ide látszanak a szupernóvák. Vagy egy másik távolságmérési módszer, az az, hogy vannak ilyen lüktetve változó csillagok, cefeida típusú változóknak nevezik őket a csillagászok, de mindegy, és ezek a lüktetve változó csillagok is szabályosságokat mutatnak, méghozzá minél nagyobb egy ilyen csillag, annál hosszabb ideig tart egy lüktetése, de annál fényesebb, amikor maximumban van. Azt hiszem, ez megérthető, de a csillagászok pontosan ki tudták ezt mérni a közeli, a háromszögeléssel kimérhető csillagok közül, hogy pontosan milyen ez az összefüggés, és hogyha látunk egy ilyen pulzáló csillagot egy távoli galaxisban, megnézzük, mennyi a csúcsfényessége látszólag, de a periódus időből tudjuk, hogy hány watttal sugárzott a csúcs időben, és innen meg tudjuk mondani a távolságát ennek a pulzáló csillagnak, és így az őt befogadó galaxisnak is meg tudjuk mondani a távolságát. Ilyen trükkökből, de legalább 30-40 ilyen trükkből építik a csillagászok azt a létrát, amin föl lehet jutni olyan jó magasra, és azt hiszem, hogyha valaki elképzeli ezt a jelenetet a valóságban, akkor az tényleg elhiszi, ebből a létratoronyból bármelyik létrát jobban megerősítjük, kevésbé imbolyog a teteje. Ha pontosabban megmérjük a közeli csillagok távolságát,
pontosabban fogjuk tudni a távoli galaxisokét is, mert kevésbé imbolyg a létra. Ezek mind-mind egymásra épülnek. És ezért az univerzum szerkezetének a kutatásában az is fontos, hogy a közeli csillagok távolságát jól ismerjük. Az időskála. Elképzelhetetlenül hosszú időtartamok is vannak ebben. Például a mi galaxisunk egy spirálgalaxis, a napunk kering a galaxis középpontja körül, mintegy 250 millió év alatt tesz meg egy kört. Hát egy emberöltő alatt, de még 3000 év alatt is elhanyagolhatóak a változások. A csillagok élete is nagyon hosszú. Az univerzum életkoráról, amikor nem sokára már beszélek, ilyen 10 milliárd éves nagyságrendről beszélünk. Ezt se tudjuk elképzelni. Ezért a csillagászoknak nagyon nehéz dolguk van, mert nem tudják megfigyelni, hogy hogyan alakulnak a galaxisok. Nem látjuk. Hiába nézünk, egy emberöltő alatt valami csekély változás következik be. Na de, vannak jó távcsöveink, vannak türelmes galaxis osztályzóink, meg van egy trükk. Minél távolabb nézünk, annál távolabbi múltba látunk bele egyszerre. Hogyha 1 millió fényévre van tőlünk egy galaxis, akkor valójában a galaxisnak az 1 millió évvel ezelőtti állapotát látjuk, és ha messze tudunk nézni, akkor a múltba is tudunk nézni. No persze nem a közeli galaxis múltját látjuk meg távol tőlünk, de statisztikusan fiatal galaxisokat látunk távol, velünk egykorú galaxisokat látunk közel, és ez segítette a csillagászokat, hogy megismerjék a galaxisok világát. Mint mondtam, a mozgás közvetlenül nem mérhető föl a galaxisok világában. Szerencsére van egy olyan jelenség, amivel a sebességet mégis föl tudjuk mérni, a Doppler-effektus. A hang esetén mindenki ismeri ezt, közeledik hozzánk egy autó, magasabbnak halljuk a hangját, távolodik mélyebbnek. A fény esetén ez azt jelenti, hogy ha közeledik hozzánk valami, kékebbnek látjuk, ha távolodik, akkor vörösebbnek látjuk a színét. Ezért meg tudjuk mérni, hogy felénk hogyan közeledik, vagy hogyan távolodik egy galaxis, vagy hogyan forognak ezek a galaxisok, ebből kijött. És az derült ki ilyen mérésekből, meg számításokból, hogy egy csomó anyag, ami az univerzumban gravitációs teret hoz létre maga körül, nem látszik. Például a mi galaxisunknak a tömegét ilyen sebességmérésekből meg lehetett becsülni, és az kb. Ötszöröse annak, mintha összeadjuk a csillagoknak a tömegét. Valami sötét anyag is itt van, és meg kell mondani, hogy még pontosan ezt nem tudja senki, hogy miből áll a sötét anyag. Erről vitatkoznak konferenciákon a csillagászok, hogy miből is áll a sötét anyag. Valaki mond valamit, a másik megcáfolja, és igazán egyelőre még nem született döntés ebben a kérdésben, mert az a baj, hogy nem látjuk, és akkor nagyon nehéz erről valamit föltételezni. A galaxisok világában egy nagyon fontos törvényt fedezett föl Edwin Hubble, annyira fontos ez az ember, hogy őnek a fényképét is mutatom. Ilyen vörös eltolódás mérésekből arra jött rá, hogy minél távolabb van egy galaxis tőlünk, annál gyorsabban távolodik tőlünk el, tehát a távolabbi galaxisok nagyobb sebességgel rohannak elfele tőlünk. Ez nagyon fontos. Ebből következtettek a csillagászok arra, hogy az egész univerzum tágul. Most mit is kell érteni az alatt, hogy tágul az univerzum? Most mindenki fél tőlünk? Azért mindenki rohan el tőlünk, és valamiért olyan rémisztően nézi ki az emberiség, hogy elszaladnak tőlünk a galaxisok. Nem erről van szó. Képzeljük el, hogy fogunk egy lufit, rárajzolunk ilyen galaxisokat, és elkezdjük fölfújni a lufit. Mindegyik galaxis mindegyiktől távolodik eközben. Itt 3 fázist mutatok be ezen az ábrán. Mindegyik mindegyiktől távolodik, és ez ugyanaz, mint amit Edwin Hubble fölfedezett, és ez alapján következtettek arra az emberek, hogy az univerzum tágul. Valahogyan elfele szaladnak egymástól a galaxisok.
Ennek a pontos fölméréséhez is nagyon komoly műszerek és nagyon komoly emberi erőforrás szükséges, és igaziból az utóbbi 10 évben az űrtávcsöveknek köszönhető, hogy ezekről pontosabb képet tudtunk alkotni. Na de ha most távolodnak egymástól a galaxisok, akkor logikus a gondolat, hogy régebben sokkal közelebb voltak egymáshoz, és ha ezt tovább gondoljuk, akkor valami robbanásszerű kezdetre következtethetünk, és valóban a fizika, csillagászat azt mondja, hogy az univerzum életének a kezdeti szakaszán egy nagyon sűrű állapotból indult ki, amiből egyfajta robbanás, amit nagy bumnak nevezünk, egy nagy bum nevű folyamat kidobta az anyagrészeket. Itt van 3 tudósnak a fényképe, akik ebben közreműködtek. Einsteinnek talán sokan fölismerik a képét bal oldalt, mint aki az egészhez az általános relativitás elméletet adta. De a nagy bum az nem az ő agyába született meg, a nagy bum gondolata George Lemaitre-nek a fejében született meg, és mondjuk a sok kutató közül én George Gamow-ot emelném ki, akit itt bemutatok, mint a nagy bum elmélet egyik kifejtőjét. Azért említem meg az ő nevét, mert van egy zseniális közérthető könyve George Gamownak, a Tompkins úr kalandjai a fizikával. Ezt ajánlom mindenkinek. Nagyon szórakoztató formában írja le ezeket a dolgokat. Például egyik jelenetében ez a Lemaitre nevű csillagász opera ária formájában adja elő az elméletének a lényegét, és még kottát is találhatunk hozzá. De amúgy tudományosan is nagy eredményeket ért el ez a George Gamow. Ha tehát visszakövetjük az univerzum múltjába az időfolyamatot, azt látjuk, hogy régen sokkal sűrűbb, sokkal melegebb kellett legyen az univerzum. És ha nagyon visszamegyünk a kezdetekig, akkor igaziból túllépjük a fizika érvényességi körét. Olyan hőmérsékletek alakulnak ki, amit sose láttunk a Földön. Még a legforróbb plazma belsejében se, amit elő tudunk állítani. Nem látunk olyan állapotot. És egy idő múltán a fizikánk érvényessége mindenképpen megszűnik. Talán hallottak arról, hogy most Svájcba indítottak be egy nagy részecske gyorsítót, úgy próbálják az ősanyag tulajdonságait fölmérni, hogy ilyen atomi részeket lődöznek egymással szembe, és amikor ezek összeolvadnak, akkor a másodperc tört részéig valami hasonló állapot következik be, mint az univerzum korszakának a kezdetén lehetett. Hát ilyesmikkel próbálkozunk, de igaziból a legsűrűbb részekre nem vonatkozik a fizikánk. Sőt, a relativitás elmélet azt is mondja, hogy a kezdeti állapotban az idő és a tér fogalmak is értelmüket veszítik. Egyszerűen nincs értelme annak a kérdésnek, hogy mi volt a nagy bum előtt, mert még idő se volt akkor. Na hát ez egy eléggé nehéz gondolat, és igaziból akkor tudnám ezt megvilágítani, hogyha legalább egy előadás elég a relativitás elméletről lehetne beszélni. Kérem, most fogadják el, hogy többen ellenőriz az elméletek, azt mondták, hogy nincs értelme még az idő fogalmának se. Hát akkor mit mondhatunk mégis? A kezdetekről semmit. A fizika semmit nem tud mondani, hogy miért indult el a tágulás. Egyszer csak elindult. Az biztos, hogy a kezdeti szakaszban a világ nagyon nem hasonlított a mostanira. Nagyon sűrűen voltak a részecskék, és nem hogy az atomok, meg az atommagok estek szét, hanem még azoknak az alkotó része is elemi részekre estek szét. Legjobban az őskáosz fogalma közelíti meg azt, amiről itt beszélhetünk. Egyszer csak ez elkezdett nagyon gyorsan fölfúvódni. A fölfúvódással együtt hűlt, és a fölfúvódás kezdete után 1-2 másodperccel már ismerős részecskék jelentek meg, például 1-2 milliomod másodpercén megjelentek a protonok, neutronok, 1-2 másodperckor összeálltak a legegyszerűbb atommagok, 380 000 évvel a kezdetek után, ezen sokáig számoltak a csillagászok, amíg rájöttek, hogy ez 380 volt, és nem 390, de ebben már elég biztosak lehetünk, kialakultak az első atomok.
És ekkor, amikor kialakultak az első atomok, szétvált az anyag és a sugárzás. Előtte ugyanis az univerzum anyagának a nagy része fényformájában volt jelen. Ezután már az anyag lett a domináns. Ekkor, 380 ezer évvel a kezdetek után, már egy kicsit ismerős világ fogadott volna valakit, aki oda elutazik, ugyan se csillagok, se galaxisok, amely szép nagy hidrogén és hélium felhők találhatók az univerzumban. Innen alakult ki a mi világunk, a gravitáció szépen összecsomósította ezeket a részeket, megszülettek a galaxisok, megszülettek ezeken belül a csillagok. A számítások szerint az első csillagok kb. 400 millió évvel a kezdetek után születtek meg. 380 ezer és 400 millió év között teljesen sötét volt, pontosabban csak a robbanásnak a vízfénye látszódott az egész univerzumban. De amikor megszületett az első csillag, onnantól már gyorsan mentek a dolgok, mert amikor ez az első csillag az élete végén fölrobbant, meglökte a környező gázfelőket, összesűrítette, és láncreakció szerint akkortól kezdve ontotta a csillagokat magából az univerzum. Ennek az ősi robbanásnak a vízfénye még mindig látszik, és ez az, ami a legnagyobb bizonyítéka ennek az ősrobbanás elméletnek. Sőt, műholdakról az is látszik, hogy egy nagyon picit ezred százaléknyit különböző irányokba ingadozik ennek az intenzitása ebből az ősi világnak a kiformálódó galaxis halmazaira lehet következtetni, például egy műhold felvétel erről a világról. Végül szeretném az elmondottakat egy ábrán bemutatni. Egy ilyen ábrán szemléltetik azt, hogy hogyan zajlik a világ a kezdetektől kezdve a bal oldalon, a mai időpontig a jobb oldalon. Mindenkit érdekel, mi lesz a jövő, szóval még annyira se tudjuk, hogy mi volt a múlt. A számítások szerint, ha elég sok anyag van az univerzumban, a gravitációja nem engedi a tágulást, hanem vissza fog zuhanni magába az univerzum, valamikor mondjuk 30 milliárd év múlva. Addig az már valószínűleg nem izgat minket különösebben. Ha kevés anyag van az univerzumban, akkor a végtelenségig tágulni fog az univerzum, sőt, egyesek szerint gyorsan el fog tágulni, ezt még nem tudjuk eldönteni. A mindennapi életünkre ez nincsen kihatással. Tudásunk és tudatlanságunk tehát egyaránt nagy, nagyon sok mindent tudunk, de sok téren fejleszteni kell, én azt mondom most leginkább a méréstechnikát, hogy a távcsövekkel pontosabb képeket alkossunk, hogy több galaxis osztályozzunk, be lehet szállni ebbe a tudományos kutatásba, akármit említettem, és az elméletet is természetesen fejleszteni kell. És végül azzal zárom, hogy remélem, hogy ezzel az alap gondolatokra, az alap kérdésekre választottam. Látjuk, hogy nincsenek kőbevéshető válaszok ezen a téren. De aki ezt meghallgatta és megérti, az jobban érti majd, hogyha egy új hír következik, amit a napilapok is sokszor megírnak, hogy láttak egy nagy szupernovát, és annak mi a jelentősége. Vagy akár az aktívabbak bekapcsolódhatnak a galaktikus állatkertnek az osztályzásába, és konkrétan segíthetik is a tudományos kutatást. Szeretném megköszönni a figyelmet, és felvinni a figyelmet, hogy a következő előadáson szeretettel látjuk a megjelenteket. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük dr. Horváth Andrásnak, hogy egy ilyen előadáson indította a Nyugdíjas Egyetemet. Tulajdonképpen a kérdésekre szánt időt egy kicsit elbeszéltük, de talán nem tudom, hogyha egy-két kérdésre még talán van időnk, hogyha éppen lenne kérdés, de arra gondoltunk itt a főszerkesztő úrral, hogy nem hagynánk önöket békén a következő két hétben sem, figyeljék a Kisalföldet. Az itt elhangzott előadásból szeretnénk egy kis minitesztet önöknek összeállítani, és hogyha ezt a minitesztet önök kitöltik és beküldik nekünk, vagy e-mailben, vagy levelezőlapon, akkor a következő előadáson, amit dékán úr tart, majd pontosan két hét múlva ugyanitt
ebben a teremben, tehát két hét múlva ugyanitt találkozunk. Nos, a szerencsés nyertesek Kisalföld szakácskönyvcsomagokkal lesznek majd gazdagabbak, ha tudják a kérdéseinkre a válaszokat. Hát körbenéztem, úgy látom, hogy egy bemelegítő előadásnak ez nagyon jó volt és nagyon kellemes volt, bár csak én mondom az önök véleményét, de majd meghallgatjuk szívesen, meg írják meg levélben is nekünk. Köszönöm szépen az előadónknak, köszönöm szépen az egyetemeknek, hogy helyszínt biztosítottak, hogy témát biztosítanak. Hölgyeim és uraim, a regisztrációról ne feledkezzenek el. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, találkozunk akkor két hét múlva. Viszontlátásra!